Sinka János, a csoportvezetője már évek óta szerette volna megvalósítani a tojásfa dekorálást, erre most került sor. Sajnos olyan sok-sok más program is volt, így valahogy mindig ellapoltam ezt a fadíszítést, és most a tél folyamán, mondjuk a karácsony és új év között, amikor a csoporttársammal, a Hőg Gizellával beszélgettünk az éves programot, és mondom neki, figyelj ide, van nekem a évek óta dédelgetett egy ilyen gondoltam, hogy a városba egy tojásfát állítjuk. Akkor elkezdtem szervezni, a alpolgármester úrral, Berta Zoltánnal is egyeztettem, már nem egyszerű dolog, hogy nem úgy van, hogy a hasamra ütök, és akkor a közteleten egy fát elkezdek földíszíteni, ő engedélyt kellett, ő ebben első szóra mellém állt, és azt mondta, akkor tényleg legyen a városban egy tojásfa feldíszítve, vagy egy fa tojásokkal, és onnantól kezdve mentek a dolgok, föltettük a csoport oldalára, és hála a jó Istennek, hogy a csoporttársak mindenki pozitívan állt hozzája. Most a tudomásom szerint 1550 darab tojás van feltéve, ami egyharmad része palisztirol, meg műanyag, de a többi azok mind kacsatojás, meg tyúktojás ki vannak fújva, és különböző technikákkal vannak elkészítve. Az alkalomra sokan jöttek a társulat tagjai közül segíteni. Mindenki örült, hogy van egy színes foltja a városnak. Itt pont a központban, itt van a Szent Háromság szobornak a szomszédságában, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szép lett, jó sikerült. A vezető a közelgő tervekről is beszámolt. A csoporton belül a húsvéti program már csak az lesz, hogy most megyünk jövő héten, rendszerességgel megyünk havonta ezt a Szigetvárra fürödni. Egy kicsit kényeztetjük a testünket, a lelkünket. Ránk fér, mert utóbbi időben nagyon sok volt a dolog, elfáradtak a csoporttársak, főleg ez a rengeteg tojás kifújással, a díszítéssel, minden. Most egy kicsit pihenünk, és akkor majd valamikor belevetjük meg magunkat az életbe. Rühl Gizella elmondta, a tojások hosszú hetek alatt készültek el, a tagok kitartó munkájának eredményeként. Vásároltunk készen műanyag tojásokat, aztán hungarocell tojásokat, de például hungarocellből kis virágokat is csináltunk, vagy laminálva fölkerültek csibe rajzok. Tehát nagyon sokféle módon. Azt szerettük volna, hogy minél színesebb legyen. Izgultunk nagyon, mert ugye egész délelőtt esett az eső, hogy sikerül-e délután földíszítenünk. Aztán néztük nagyon az előrejelzéseket, hogy 14:30-tól már nem fog esni. Igen, nagyon sokan jöttek a csoportból, a fiúk főleg akaszgatták, a létrára másztak, a lányok a kis kampókat tették föl a szalagokra, a tojásokra, amivel a fához rögzítettük őket. És nagy öröm, hogy azért több csoporton kívüli városlakó is fontosnak érezte, és eljött segíteni, díszíteni, és nagyon sokan hoztak tojást is. A baráti kör a tojásfa díszítéssel szeretne hozzájárulni a város mindennapi életének színesítéséhez.